Sziasztok! Ebben a rövid videóban az ívrajzolás alapjaival fogunk megismerkedni. Menjünk a kezdőlapra, és a rajzpanelen nézzük meg az ívparancsnak a belső lehetőségeit. Látható a körhöz hasonlóan, hogy itt is van egy lefele mutató nyíl. Ha erre ráklikkelünk, akkor a legördülő menüben felsorolja az AutoCAD azokat a paraméterlistákat, amelyek segítségével ívrajzelemet létre tudunk hozni. Az alapértelmezett, és egyben a legegyszerűbb is, a három pont. Azaz meg kell adni az ívünk kezdőpontját, középpontját, majd a végpontját. Próbáljuk is ezt most ki, klikkeljünk rá az ikonra, majd a modelltér egy tetszőleges helyénél indítjuk el az ívrajzolást, balegérgomb, ez a kezdőpont, középső pont, vagy tetőpont, és végpont. Ebben a pillanatban létrejött az első ívrajzelemünk. Igen, valóban ennyire egyszerű ívet rajzolni AutoCAD-en belül. Már most elmondom, hogy van egy nagyon hasznos funkciója az ívrajzolásnak, mégpedig a folytatás. Azaz mi van, ha később szeretnénk folytatni ezt az ívet? Hogyan tudnánk ehhez az ívhez csatlakozó, érintő folytonosan csatlakozó ívet hozzászerkeszteni? Nagyon egyszerű, megint menjünk rá az ív rajzolás opcióra a rajzpanelen, majd válasszuk ki a legalsó lehetőséget, folytatás. Itt lehet látni, hogy amint megnyomjuk, az utolsó klikkelés mentén újra elindítja az AutoCAD az ívrajzolás lehetőséget. Természetesen ezt nem csak ívek esetében, hanem például vonal esetén is tudja alkalmazni, azaz ugye most ebben az esetben ez a pont lesz az utolsó pont, amire klikkeltem, rámegyek az ívre, kiválasztom a folytatás opciót, és már is érintő folytonos ív elemet tudok létrehozni. Próbáljuk ezt ki vonallánc esetében is. Az utolsó pont ugye itt van, ív, folytatás, és szépen hozzá tudom illeszteni az ív rajzelemet. Ezen felül természetesen még más paraméterek mellett is létre tudok hozni ív rajzelemet. Most az első három utasítást fogom bemutatni nektek. Ezek abban közösek, hogy az első paraméter mindig a kezdőpont, utána a középpont, és az utolsó paraméterbe térnek el egymástól, ugye az elsőnél a végpontot, a középsőbe a szöget, az utolsóba pedig a hosszúság értéket kell megadni. Azért, hogy szemléletes legyen ez a parancs, rajzolok egy vízszintes egyenest, majd ehhez fogjuk illeszteni az ív rajzelemeket. Menjünk bele az ívbe, és adjuk ki a kezdőpont, középpont, végpont paraméter listát. Első klikkelés legyen itt az egyenes kezdőpontja, ezután a következő klikkelés az egyenes felezőpontja legyen, ugye az ív felezőpontja is, majd a legvégső ugye az ív végpont, az egyenes utolsó végpontja legyen. Amint látjuk, lefele hozta létre ezt a rajzelemet az AutoCAD. Ez azért van, mert alapértelmezés szerint az óramutató járásával ellentétesen hozza létre az ív rajzelemet a rendszer. Abba az esetben, ugyanezt a parancsot kiadjuk, és jobbról haladunk balra, az az első klikkelés, utána jön a felezőpont, majd a végpont, akkor már az egyenes fölé rajzolja meg az ívet, hiszen megfordult a körbejárás iránya. A következő paraméterlista az a kezdőpont, középpont, szög 3-as lesz, nézzük ezt is most meg, adjuk meg az ív kezdőpontját, középpontját, majd ugye az AutoCAD így grafikusan kéri tőlünk a szögértéket, hát ez egy tipikusan olyan érték, amelyet parancsolon keresztül érdemes megadni. Legyen ez most 45 fok, ugye alapértelmezés szerint a pozitív szög és az óramutató járásával ellentétesen van értelmezve, azaz láthatjuk, hogy szépen 45 fokos értéket zár be az ív darabkánk. Nézzük ezt majd még egyszer, egy kicsit szemléletesebben, rámegyünk újra, kiadjuk. Első klikkelés, második klikkelés, majd most gépeljük be azt, hogy 120 fok. Ehhez rajzolok még egy segédegyenest, ugye itt kirajzolom a 90 fokot, és ahhoz képest még ugye 30 fokot hozzáad, azaz így jön ki a 120 fok, és így már talán teljesen egyértelmű a harmadik paraméternek az értelmezése. Nézzük meg az utolsó paraméter 3-ast. Kezdőpont, középpont, hosszúság. Itt az ívnek a húr hosszát kell megadni az utolsó paraméternél. Klikkeljünk is rá. Kezdőpont, középpont,
és szépen, bocsánat, kikapcsolom az autómódot, szépen grafikusan láthatjuk, hogy megint a húrhosszat kérni tőlünk be az AutoCAD rendszer, ezt is célszerű megadni numerikusan, legyen ez mondjuk 200 rajzi egység. Ez egy kicsit rövidre sikerül, de látható, hogy egy olyan ív darabot hoztunk létre, amelynek a húr hossza 200, ahhoz, hogy ez egyértelmű legyen, rajzolok egy vonalrajzelemet, ami ugye geometriailag is megjeleníti ezt a húrhosszt, ráklikkelünk, és a tulajdonságos segítségével megnézzük, és valóban 200 rajzi egység az egyenesnek a hossza, azaz valóban a húrhoz kéri a rendszer. Nézzük ezt a parancsot meg még egyszer, egy nagyobb értékkel, még szemléletesebb legyen. Mondjuk legyen ez most 1000 rajzi egység a húrhoz, és már is egy nagyobb, hosszabb ívdarabot hoztunk létre. Az ív az egy nagyon gyakori rajzelem, a mérnöki rajzok többsége tartalmaz érintőlegesen csatlakozó ívelemeket, ezért nagyon fontos ismerni, hogy milyen paraméterek mentén tudunk íveket létrehozni, hiszen később ugyancsak nagyon sok időt meg tudunk spórolni azáltal, hogy valóban ismerjük az AutoCAD lehetőségeit.